Azt szokták mondani, hogy egy cég olyan, mint a tulajdonosai. Nem. A Deac nem olyan, mint a tulajdonosa, hanem a Deac olyan, mint benne a sportolók. Azok persze hasonlítanak a tulajdonosra, főleg abban, hogy a Deac is nagyon sikeres, meg az egyetem is nagyon sikeres. Én az egyetem oldaláról, mint sportból kikapott öreg hatfi, én úgy látom, hogy a Deac az egyenlő a Debreceni Egyetemmel. Én gratulálok szívből minden egyes sportolónak, mindegyik szakosztálynak. Nem mondom, hogy különösen az NB1-eseknek, mert mindegyik sportág, mindegyik sportoló nekünk egyaránt kedves, hiszen nem csak sportolók, hanem egyetemisták, esetleg tanárok. Köszönöm, hogy eddig így együtt tudtunk dolgozni, és remélem, hogy ez a jövőben pontosan így lesz, és ugyanolyan sikeres. Néhány csapatunk azért soha nem látott eredményt ért el, mint például a férfiröplabdások, mert bejutottak a négy közé. De hát a mai világban, ha egy klub életben van, és nincsenek különösebb hiányai, normálisan tud működni, a sportolók a sportra tudnak koncentrálni, és egy egyetemi klubnál lesz különösen fontos, hogy még tanulni is tudjanak, akkor azt gondolom, hogy minden idén sikeres. A Deacban igazolt sportoló több mint 3000 főben mérhető, nagyon sok utánpótlás sportoló, akiktől azt várjuk, hogy fejlődjenek, és lehetőleg majd a Debreceni Egyetemen tanuljanak tovább. Azt hiszem, hogy ez a klubnak az erejét és a nagyságát mutatja. Ma a Deac a magyar top klubok közé tartozik létszámában, szakosztályai létszámában. A Deac az egy különleges klub, pont olyan, amilyennek megálmodtuk egy 2 évtizeddel ezelőtt, és azon az úton vagyunk, amit szeretnénk tovább járni és tovább fejlődni. Nyilván Magyarország nem az Egyesült Államok, itt egyetemi bajnokságokról szó sem lehet, hiszen kisebb az ország, kisebbek a lehetőségek, kisebb a gazdasági erő. Itt nekünk a nemzeti bajnokságok rendszerébe kell integrálódni és velük felvenni a versenyt, ugyanakkor az egyetemi versenyeken, a MEFOB versenyeken és az előttünk álló európai egyetemi játékokon, ami nem sokára kezdődik, reméljük, hogy a sportolóink egyetemi színekben is helytállnak majd. Debrecen a nemzet sportvárosa, és mi debreceniek egy olyan helyen szeretnénk élni, azt gondolom mindannyian mondhatjuk, ahol kiemelt ügyként kezelik a sport ügyét. És azt gondolom, hogy ez nem elég, hogyha a debreceni városvezetés gondolja azt, hogy kiemelten kell kezelni a sport ügyét, hanem nagyon fontos szövetségeseket kell keresnünk ebben a tekintetben. És a Debreceni Egyetem egy nagyon komoly szövetségese a város vezetésének abban, hogy városunk tényleg a nemzet sportvárosa legyen. És azt gondolom, hogy a Deacnak egy nagyon fontos küldetése is van, nevezetesen nem csak Debrecen, hanem egyébként a Debreceni Egyetem hírnevének az öregbítése is. Szerintem nagyon jól tette a Debreceni Egyetem, hogy azt az utat választotta, talán egy kicsit ilyen amerikai módira, hogy kulcságazatként tekint a sportra, és ezáltal a Debreceni Egyetem neve nem csak az országban, hanem tényleg európai szinten is ismerté vált és válik folyamatosan. Bővültek a szakosztályok, bővültek a létszámok, és egy nagyon érdekes eredményre szeretném felhívni a figyelmet. Most ott tartunk már, hogy 491 egyetemista sportolónk van, akik azt gondolom, hogy ez önmagában egy klubnak is elég lenne, és akkor nyilván akik nem egyetemisták, azok fiatalabbak, öregebbek, de valahogy milyen módon mindig kötődtek a Deachoz, és ez a kötődés, ez egy ilyen családias szellemet ad, ahol viszont az igényesség az minden körülmények között megmaradt. Célkitűzések azok olyanok, amelyek méltóak kell legyenek a Debrecen Egyetem sikereihez, tehát én azt gondolom, hogy az ország első vagy egyik első egyeteméhez első klubnak is kell lenni, nagyságát tekintve is, de minőségét is tekintve. Én úgy gondolom, hogy ma Deacosnak lenni az egy csodálatos dolog, és azt is gondolom, hogy ez az elmúlt 10-15 év, ez
pontosan ezzel telt el, és ez a legeslegnagyobb eredménye, hogy kimondhatjuk ezt, hogy jó deacosnak lenni, büszkeség deacosnak lenni. A deacos sportolók, akik egyetemi hallgatók is, egy különleges kapcsolódási pontot jelentenek az egyetem felé, hiszen a deacnak egyébként tulajdonosa és fenntartója a Debreceni Egyetem, és az, hogyha Debreceni Egyetem hallgatói sportolnak a klubunkba, az a Debreceni Egyetemnek is egy büszkeség és eredmény. Ezek a sportolók nagyon nagy értéket jelentenek, én úgy gondolom, az egyetemnek, a klubnak és a munkaerőpiacnak egyáltalán, hiszen olyan készségeket tudnak itt elsajátítani sportolás közben, amit később a civil életükben is hasznosítani tudnak.